Ősszel és télen naponta akár 30 lakást tűzhez is riaszthatják a tűzoltókat országosan. Átlagosan 45 percenként kigyullad egy lakás. Az advent időszakban kétszer annyi lakást tűznél avatkoznak be a katasztrófavédelem tűzoltó egységei, mint az év más részében. A lángok legtöbbször 1-2 négyzetméteren pusztítanak, de naponta 2-3 lakás lakhatatlanná válik a tűz miatt, két naponta pedig meghal valaki lakástűzben. Ezek a tragédiák könnyen megelőzhetők lennének, ha például odafigyelünk a díszítéskor a tűzbiztonságra. Ha egy karácsonyfa ága meggyullad, akkor egy percen belül már az egész karácsonyfa égni fog, és 3-4 perc elég ahhoz, hogy a teljes szoba lángokban álljon. Így a legjobb, hogyha a karácsonyfa 1 méteres körzetébe semmit sem helyezünk. Ugyanez igaz a gyertya és a csillagszóró esetén is. A karácsonyi időszakban ugyanis ezek a tűzveszélyes dekorációk okoznak a legtöbbször lakástüzet, ami akár 5 percen belül is kialakulhat. A katasztrófavédelem azt tanácsolja, hogy soha ne hagyjunk felügyelet nélkül olyan éghető tárgyakat, melyek tűz közelében vannak. Fényfüzérek esetén figyeljünk rá, hogy annak a kábele ne legyen sérülve, ne legyen elvékonyodva, hiszen ez felforrósodhat, tüzet okozhat, és az áramütés veszélye is fönt áll. Mindenképpen győződjünk meg róla, hogy kültéri vagy beltéri fényfüzérrel van dolgunk, hiszen a kültéri fényfüzéreket úgy tervezték, hogy ellenáll az időjárás viszontagságainak, esőnek, hónak, ködnek. A dekorációs elemeken túl a konyhában is figyelmet kell fordítanunk a biztonságra. A szakemberek azt javasolják, állítsunk időzítőt, hogy véletlenül se felejtsük a tűzhelyen a készülő ételt.